Nagy szeretettel köszöntöm a Nexus Televízió nézőit. Önök a Zumbum sorozatunkat látják, és ma ismét a, a háborús helyzettel foglalkozunk, amit itt a nyakunkba vartak a szomszédunkban. Nagy szeretettel köszöntöm kedves barátunkat, tudósítónkat, Horváth Gergőt, aki Oroszországban él, és hát egy egész más. Arcát tudja elmondani, elénk vezetni annak a háborúnak, ami itt zajlik. Ez egyébként nem jelenti, nem jelenti azt, tehát most itt a nyugati sajtó szereti az ilyen ö, valóban stratégiai támadásokra azt mondani, hogy na most akkor itt megfordul a háború menete, és akkor, akkor az ukránok győzni fognak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az ukránok ezt a háborút nem nyerhetik meg. Egész egyszerűen nézzünk rá a térképre, nézzünk rá a lakosságra, egy 40 millió VS, 120 millió. Katonai potenciáról nem is beszélve, még úgy is, hogy Ukrajna mögött esetleg ott áll a NATO, viszont az oroszok ettől függetlenül elveszthetik. Tehát, hogyha ilyen szerencsétlenkedés történik orosz részre, akkor egész egyszerűen nagyon-nagyon egész komoly pofonokba ők is belefuthatnak. És amit szerettem volna ebből mondani, hogy én azt látom, hogy ez az egész háború menekére olyan szempontból nem lesz, nem lesz hatással bármit is sikerült az ukránoknak elérni hogy ezt a háborút jó esélye az oroszok meg fogják nyerni. Ami, amilyen szempontból viszont nagyon-nagyon rossz, hogy ez, 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 megint egy abba, abba, annak az irányába adott lökés, hogy megint elhúzódik a háború. Harkov ugye Ukrajna a második legnagyobb városa, tehát hogy ott városi harcra kerül sor, azért az nagyon-nagyon komoly erőket igényel, és nyilván a veszteségek ott mindkét fél részéről katasztrofálisan magasak lennének, meg hát nyilván elpusztulna az egész város, tehát azt azért tudjuk jól, hogy a városi harc az már csak ilyen, és e, szerintem mind a két fél kivárásra játszik. Tehát e, én nem tartom elképzelhetetlennek azt is, hogy Harkovat egész egyszerűen az oroszok, még ha megtehetik se, fog, megtehetnék se e, próbálnák elfoglalni, meg egyszerűen körülzárnák és úgy hagynák, hogy majd, amikor amikor az, a mostani ukrán vezetés összeomlik, akkor nyilván úgymond e, vér nélkül a kezükre kerül. És hát ő bizony mondott olyan, olyan ö, ö, ezt nem forgatókönyvnek mondanám, csak talán ilyen ötletnek vagy ilyen nagyon-nagyon érdekes elgondolásnak, ami elsőre egyébként tényleg sokkoló, hogy például ez megint nem az ő szakterülete, csak így általánosságban beszéltünk róla, hogyha például Németországba az olyan gyárak, amik kőolajra vagy földgázra vannak rá, ráállítva, tehát például műanyaggyárak, gyógyszeripar, stb. stb. stb., tehát nem konkrétan csak kőolajfinomítók, azok ugye le fognak állni, vagy egész egyszerűen elküldik az embereket, akkor elképzelhető az ő szerintük egy olyan forgatókönyv is, hogy az orosz oligarchák ezt egész egyszerűen apró pénzért megveszik.